Jó napot kívánok! A konvergencia programból teljesen világos, hogy egy dolognak biztosan vége van. Vége van a tündérmesség korszakának. Az elemzők az elmúlt években világossá tették, hogy a kormány egy párhuzamos valóságban mozog, amikor a magyar gazdaságról beszél, és miközben a kormány ezt egy sikertörténetnek látja, egy valóságos tündérmesének, elemzők és ellenzéki politikusok folyamatosan figyelmeztettek, hogy ennek az ellenkezője az igaz. A konvergencia programból világossá vált, hogy most már a kormány is beismerte, hogy hazudott. Hazudott, mikor a magyar gazdaságot egy valóságos tündérmesének igyekezett láttatni. Ha a konvergencia programot végignézzük, akkor a legfeltűnőbb az, hogy mi hiányzik belőle. Hiányzik a konvergencia programból egy erős magyar gazdaság. Hiányzik a konvergencia programból az erős magyar forint. Hiányzik a konvergencia programból 1 millió új munkahely. Van viszont benne az vastagon államadósság. Nézzük részletesebben. A kormány maga is beismerte, hogy a magyar gazdaság fejlődési lehetőségei tekintetében nem számít hazai motorra, kizárólag az európai fellendüléstől függ az, hogy a magyar gazdaság növekedési pályára áll-e vagy sem. Ez világos beismerése annak, hogy a kormány a hazai gazdaságpolitika tekintetében tehetetlen, minden növekedést az uniós forrásoktól és az európai gazdaság fellendülésétől remél. Az is világos, amit eddig a kormány szégyellősen ismert csak el, és hallgatólagosan, esze ágában nincs helyreállítani a forint erejét. A forint még erős volt 2010-ben, amikor Orbán Viktor megkezdte kormányzását. Ebben a konvergencia programban világosan benne van, hogy a forint belátható időn belül nem lesz erősebb, az euróért 307 forintot kell tartósan fizetni, ha a kormány gazdaságpolitikája megvalósul. A konvergencia programból kiderült, hogy a kormány legfeljebb a foglalkoztatás szerény növekedésével számol, szó nincs most már az 1 millió új munkahely ígéretéről. Ebben a kérdésben is hazudott a kormány. Van viszont benne bőven államadósság. 3000 milliárdos magánnyugdíj vagyon eltapsolása után, minden tartalék felhasználása után az is kiderült, hogy az Orbán kormány vezetésével az adósság csapdából nem tudunk kikerülni. Jelen pillanatban az adósság állomány történelmi csúcson áll, és ez nem az elődök, hanem kizárólag Orbán Viktor kormányzásának a bűne. Ez az államadósság csak nyögve nyelősen csökken valamelyest, az a nyomás, amely rajta van hosszú évek óta a magyar gazdaságon, ezen a téren nem enyhül. Világos tehát, hogy ezt a politikát meg kell tudni állítani ott, ahol csak lehet. Legközelebb május 25-én, és aztán majd az önkormányzati választásokon lehet üzenni az Orbán kormánynak, hogy ebből elég volt, ebből a hazugságra épülő és vergődést eredményező gazdaságpolitikából nem kér Magyarország. Azt kérjük a választóktól, hogy május 25-én erre a politikára mondjanak nemet.